Nem fogadtak egyeiben az időjárás a dunaföldvári Márton napi vigasságot és újboráldást. A Templom utcai rókuspincék környéke ennek ellenére megtelt élettel. A szakadó esővel dacolva szép számú érdeklődő sereg gyűlt össze, és a rókus kápolnánál megáldották az újborokat. A látogatókat nyitott pincék fogadták borkóstolással. Pincejárás közben a szaggató zenekar muzsikált. Vidékiek is egyre többen érkeztek, hiszen, mint mondják, nagyon vendégszeretők a földváriak. Szeretem a bort, de csak mértékkel és alkalmanként szoktam inni. Általában a vörösbort, mert úgy gondolom, hogy abban azért több az értékes anyag dolog, íze miatt is. És nagyon szeretem ezt a hangulatot. Tavaly itt voltunk, és nagyon szívesen jöttem újra. Kedvesek voltak, vendéglátói, mindenhova behívtak. Először egy olasz rizlinget kóstoltam, még nem volt teljesen letisztulva, de az illata is, az íze is finom, tehát kellemes volt. Utána pedig egy Móri ezerjót, ami tökéletes volt, tehát nagyon finom bor lesz belőle. A nap során a kertbarátok forralt borral, teával, zsíros kenyérrel és libatepertővel kínálták a látogatókat. A gyerekek Mártonnaphoz kapcsolódóan kézműveskedhettek, és tréfás kalandjátékban is részt vehettek. Van egy Hová bújtál Márton kalandjátékunk, ami több állomáson keresztül végviszi ennek a kronológiáján a gyerekeket, ugye a Mártonnapi programokon, illetve eseményeken. És amit a gyerekek és a felnőttek is egyaránt izgalommal vártak, az a nap fénypontja, a libafuttatás, melyre évről évre egyre több a nevező. Idén a szakadó eső sem riasztotta el a libákat és gazdáikat. 12 libát neveztek a versenyre.